Az éjszakai muzsikában a mai alkalommal Haydn numero 45-ös Fis-moll búcsú szimfóniája hangzott el az angol koncert zenekar előadásában. Vezényelt Trevor Pinnock. A műsort Varga Ramona szerkesztette. Kedves hallgatóink, rádiónk országos vételi lehetőségének utolsó napján Erdő Péter bíboros prímásnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének a Katolikus Rádióról szóló gondolatait közvetítjük. 7 éve pünköstkor kezdte meg működését a Katolikus Rádió. A Magyar Katolikus Rádiónak az eddigi munkáját azt hiszem, hogy nem csak mi hívő emberek, nem csak a püspökök, nem csak a papok, nem csak a vallásos emberek, hanem a civil társadalom is örömmel, szeretettel fogadta. Sokan azt mondták, hogy megnyugtató, biztató műsorai vannak, és olyan időkben, amikor sok helyről a hisztéria meg a gyűlölet hangjai hallatszottak, a Katolikus Rádiót pihenés és öröm volt hallgatni. Ugyanakkor valóban ezen a rádión keresztül ma is egyházunk a küldetését teljesíti, tehát az örömhírt, az evangéliumot adja tovább, de a liturgiát, az imádságot, a szentmisét is mégpedig élőben közvetíti, nem felvételről, magyarul az imádságba be lehet kapcsolódni a rádió útján is, és nagyon sok mindent a keresztény kultúrából, nagyon sok mindent abból, ami az ember teljesebbé teszi. Azt hiszem, hogy az a csapat, aki elkezdett dolgozni a Katolikus Rádiónál, egy érett, szakmailag is igen rutinos közösséggé vált az évek során, és igen jó kapcsolat alakult ki az egyes egyházmegyék, a püspöki kar, de akár a plébániák, szerzetesrendek és a rádió között. A rádió egyrészt ünnepel, hiszen 7 év nagy idő, másrészt azonban új nehézségekkel is szembenéz. Ez azt jelenti, hogy most egy darabig, hát bizony csak az interneten lehet majd fogni az adást, de a csapat együtt van, a munka folyik, és továbbra is folytatjuk a pályázatokat különböző URH frekvenciákért, ami lehetővé fogja tenni, hogy modernebből, több ember számára is talán hozzáférhetően, frissebben és főleg olcsóban tudjon a rádió sugározni. Nagyon sajnáljuk azt persze, hogy az időben beadott korábbi pályázataink nem voltak eredményesek. Ebben azt hiszem, hogy a rádiót sem, meg a fönntartó püspöki kart sem terheli semmiféle mulasztás, de hívő ember csökönyös fajta, tehát mi nem hagyjuk abba a pályázatokat, és nagyon bízunk benne, hogy hamarosan újra, nem csak az interneten keresztül mindenki hallhatja majd, vagy egyre többen hallhatják a Magyar Katolikus Rádiónak az értékes programját. Isten áldja meg az egész munkatársi közösséget, és mindazokat, akik a rádiót szeretettel hallgatták és támogatják. Erdő Péter bíboros prímást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió 2011. január 15-i szombati utolsó középhullámon sugárzott adása véget ért. A rádió minden munkatársa nevében köszönjük 2004 óta irántunk tanúsított kitüntető figyelmüket, szeretetüket. Műsoraink továbbra is hallgathatóak az interneten, rádiónk honlapján. A vételi lehetőségeinkről is itt tájékozódhatnak. Honlapunk címe www.katolikusradio.hu. A mielőbbi viszonthallás reményében búcsúznak a mai adás készítői: Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő, Bójás János Szűcs Balázs technikai munkatárs, Iványi Balázs Lengyel Ákos hírszerkesztő, valamint a bemondó Hegyesi Andrea és Lázár Csaba. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát, az éjszaka folyamán az interneten is velünk maradóknak tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!